Megkezdték a helyreállítást és a takarítást Franciaország délnyugati részén, amelyet november óta több ízben is ítéletidő sújtott. Legutóbb ezen a hétvégén voltak megint áradások. A hatalmas esővel és a rendkívül erős széllel lecsapó viharokban ketten meghaltak és sokan megsérültek. Vasárnapra szinte mindenütt javult a helyzet, de a kár jelentős. Ez a férfi azt mutatja, hogy a vízszintje olyan magasra emelkedett, hogy átcsapott a kapun. Dordogne megye egyes részein palackozott vizet osztogatnak, mert a csapból folyó víz jelenleg ihatatlan. Most is sárga riasztási fokozat van érvényben, ami azt jelenti, hogy figyelni kell a meteorológiai előrejelzést. 3 héttel ezelőtt nem csak Franciaországra, hanem a szomszédos Olaszországra is özönvízszerű esőzés zúdult. Az akkori szélsőséges időjárásban többen életüket vesztették.